Nem indult jól a szezon a nyíregyháziak számára, az amatőr NBA zöld csoportjában szereplő kosársuli keretében eleve elvétve találni felnőtt korú játékost, a rajta viszont ők is kidőltek sérülés, illetve betegség miatt. Farkasinszky Gyuláné számára így nem maradt más megoldás, mint tovább fiatalítani a csapatot, többen először léptek pályára a felnőttek között, és a rutintalanság meg is látszott az első két meccs eredményén. Megmondom őszintén, hogy azért szorosabb mérkőzésekre számítottam, de hát, hogy azt is tudni kell, hogy ez az egyik újjátékosunk még a junior csapatból is sérült, mert ugye ő kerékpározás közben összetörte magát, tehát ezek ilyen maradjunk, mert teljesen negatívan kezdtük ezt az egész bajnokságot, gondolkoztunk rajta, hogy tegyük el a mérkőzéseket, de aztán rájöttünk, hogy nincs hova tenni mérkőzést, mert ugye a bajnokság továbbra is megy tovább, ott vannak a junior mérkőzések, ott vannak az amatőr NB1-esek, úgyhogy hirtelen beleszaladtunk itt olyan vereségbe, ami elméletileg, ha a komplet csapat vagy nem lett volna szabad, hogy vereség legyen, de hát innen szép fölállni, és nem tudok, ezzel reméljük, hogy azok a játékosok, akik ugye most léptek életükben először amatőr NB1-ben pályára, és nem kevesen vannak, mert öten vannak pontosan, akik ebben az évben debütáltak az amatőr NB1-ben, nekik azért ezt még szokni kell. Mivel a korosztályos bajnokságok is elkezdődtek, a nyíregyházi kosárcsulinál figyelni kell arra is, hogy ne legyenek túlterhelve a tanulás mellett kosarazó fiatalok. Nem mindig ugyanazok a játékosok fogják játszani az amatőr NB1-et, és amikor a kadettból föl kell játszani a juniorba, akkor azt is úgy osztjuk szét, hogy nem mindig ugyanazok a játékosok játszanak föl. Hál' Istennek, hogy abban a helyzetben vagyunk, hogy a juniorjaink szerintem megint kiemelt bajnokságban játszanak, tehát az ország legjobb 12-je közt vannak, ami úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép teljesítmény tőlük. A kadetteket azoknak sajnos nem sikerült, ott aránylag kevés játékossal dolgozunk, és akik korosztályban vannak, azok pedig nem emlékeztek el kosárra, de jó alkatú társaság. Én úgy gondolom, hogy egy-két év múlva ők is szép eredményeket fognak elérni, de per pillanat tökéletesen jó arra ez a kadett csapat, hogy azokat a réseket, amik vannak akár NB1-ben, akár a juniorban, azokat szépen tudják töltögetni, és akkor ebből tudunk építkezni. A serdülő csapatunk is elkezdett játszani, azok is nagyon, nagyon kis tehetségesek, nagyon ügyesek. Nem sikerült éppen a kiemeltbe bejutnunk, de én úgy gondolom, hogy ezek a játékosok, mivel hogy alsó korosztályos serdülők, szerintem egy év múlva nekik is valóban a kiemeltek közt lesz helyet. Úgy gondolom, hogy szépen haladunk, ügyesek ezek a lányok, mindent megnéznek a cél érdekében, ezekből csak jó jöhet ki, ez egy egyesületnek öröm. A felnőtt csapat legközelebb vasárnap lép pályára, akkor Budapesten a Törekvés Ese otthonában vendégszerepel Farkasinszky Gyuláné együttese.